Sokac muzsika és csábító illatok hívogatták az érdeklődőket Szemelybe. Az első alkalommal megrendezett horvát őszi fesztiválon nem csak a magyarországi horvátok gazdag gasztrokultúrájával, hanem tradicionális táncaival, népviseleteivel és hagyományaival ismerkedhettek meg azok, akik a baranyai településre látogattak. Ennek volt egy olyan előzménye, ahol hála Istennek ugye szintén sikerült találkozunk. Ez a kozármüsenyi tavaszi fesztivál volt, és amikor a tavaszi fesztivált ugye összeraktuk úgy a kormány segítségével, Hári Jóci, a parlamenti szószólag Szolga Józseffel, akkor már dédelgettük azt a tervet, hogy ez ne csak egy tavaszi fesztiválba merüljön ki, hanem szépen legyen egy tavaszi fesztiválunk, ami összegyűjti így a horvátságot, a magyarságot együtt, egy kultúrkavalkádban mondhatnám, hogy ebből legyen egy őszi fesztivál, és amikor is szép lassan kimegyünk az évből, hogy még egy igazi fesztivállal el tudjunk köszönni az emberektől. És hát ez lenne az, aminek a lényege, hogy nem egy helyet erősítünk, nem egy települést, hanem minden településnek adunk egy kicsit a közösség közös nagy életéből és a kultúrájából, és így úgy gondoltuk, hogy Szemely méltó arra, hogyha már egy ilyen gyönyörű, szép magyar-horvát kultúra háza épült, hogy ezt megtöltsük tartalommal, hogy valahol ebbe a lélek tovább építse azt, amire hivatott. És így került Szemelyre a választás. Az alapterv az volt, hogy minden régióból megjelennek a horvátjaink, de ugye nehéz egy olyan terminust belőni, ami mindenkinek jó. Nagyon aktívak vagyunk az ország minden szegletében, úgyhogy így ez a 22-e ez úgy jött össze, hogy jelen pillanatban a saját régiónkból jöttek fellépők, úgyhogy így a mohácsi sokacok lépnek fel, a kökényi horvátság, aki bosnyák, drávamenti koreográfiákat egyben tud előadni, és hát aki már nagyon-nagyon régi, már a háború után 91-től ugye régi kapcsolat a Szemelynek a horvátországi Szemelyci település kapcsolata jött egy férfi kórussal, úgyhogy így állt össze, sajnos a barcsiak nem tudtak eljönni, csak főzőcsapata, de a folklór műsor gyakorlatilag a helyi horvátságból, a baranyai régióból állt össze idén. A mohácsi sokacok olvasóköre hagyományőrző tánccsoportja 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy felelevenítse, megtanulja a helyi sokacok táncait, hagyományait, ezáltal biztosítva azok fennmaradását a jövő generációi számára. 8 zenész és 18 táncos érkezett Mohácsról a közelmúltban átadott Magyar-Horvát Kultúra házába. A mohácsi sokacok olvasóköre érkezett, a hagyományőrző táncsoport, valójában a mohácsi táncok koreográfiáját hoztuk el, és bunyavác táncokat mutatunk még be ezen kívül. Hetente egy alkalommal próbálunk, folyamatosan egész évben nincsen szünet, azt kell tudni, hogy felnőtt mindenki, tehát egy kicsit azért kötött az idő, nem sok fellépést tudunk elvállalni, de ahová bírunk, oda nagyon szívesen elmegyünk. Alapvetően a kezdetektől ott vagyunk mi együtt, úgy gondolom, hogy a társaságnak a 80% az a kezdetektől ott van. Egyértelműen azért csatlakoztunk, hogy a jövő nemzedékének ezt tovább tudjuk adni, és remélem, hogy ez sikerülni fog, hiszen legtöbbünknek már a gyereke is ott van ebbe a közösségbe, úgyhogy bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. Alapvetően egy mohácsi abszolút tájjellegű tánccal volt az első, a mohácsi sokac táncok, és utána pedig egy bunyavász táncokat, de reméljük, hogy az is legalább ekkora sikert fog aratni. Amennyire lehet, mindenki próbálta a szülőktől, nagyszülőktől megörökölt ruhákat felhúzni. Nagyon sok már olyan állapotban volt, hogy nagyon nehéz táncba bevinni, de úgy gondolom, hogy amennyire lehet, azért mindenki a sajátját próbálja. Nyilván a későbbiekben, akik csatlakoznak a társasághoz, azoknak már csinálni kell, azok, akiknek nincsen gyökereik, nincsenek kötődéseik a mohácsi sokacokhoz, azoknak csináltatni kell, de szerencsére ez még mindenkinek az eredeti. A saját ruhám van, nagymamám saját kezüleg készítette, mint a pacskeromat, mint a harisnyámat, illetve az ingemen is ő flitterezte, és a mintákat is ő csinálta kézzel. Általában csak fellépésekkor, illetve hát a mohácsi busójárásnak a tagja vagyok, tehát részese vagyok én is, minden évben beöltözök, illetve hogyha bármiféle rendezvény van Mohácson az iskola által, vagy bármi ilyesmi által, és képviselnem kell a
a sokasságot, akkor nagyon szívesen beszoktam öltözni. Az őszi horvát fesztivál egyik fontos üzenete az volt, hogy a magyarországi horvátok legyenek büszkék nyelvi és kulturális örökségükre, és ezt bátran vállalják a népszámlálás során is.